Négy dolgot ki nem állhatok. Az egyetemistákat, igen. Az egyetemistákat, nem egyetem ellenes vagyok. S az elkényeztetett kölyköket, úgyhogy ha az egyike vagy ezeknek, akkor itt valamire itt volt ez a vírus, és konkrétan senkinek nem állt az érdekében az, hogy csináljon valamit, és igazából csak ült a seggén, egyetemet ott nézett. Egész álló nap. És így... Mindannyian őszintén válaszoljátok meg ezt nekem, hogy miért éltek egyáltalán? Mert már nem gondolni, hogy amúgy csak ült a seggén, és egyetemet nézett. Tehát miért vagytok? A másik, amit utálok, azok az egyetemisták. Akiknek konkrétan semmi életcéljuk, semmi életcéljuk, és csak oda beülnek, hogy időt húzzanak, mert apuci anyuci miért éltek egyáltalán? És hogy amúgy is nem kell fizetni rezsit ahhoz, hogy elkezd alló! Úgyhogy kérlek, ne halljatok meg önző egoista szerencsétlenségként, mert amúgy az vagyok. Nem ezt csináltam, hanem mit csináltam? Elmentem külföldre. Képzeljétek, bankett után 3 nappal felültem a repülőre, és szépen elmentem dolgozni, hogy igenis csináljam ezt, és igenis amúgy van jövő.